20 év szövetségben, biztonságban címmel tartottak konferenciát a NATO nap keretében Hódmezővásárhelyen. Az eseményt a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete szervezte. A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete most már évek óta folytat egy programot a középiskolások, elsősorban a középiskolásokat célozzuk meg ezzel a programmal. NATO az iskolatáskában a programnak a neve, azt gondolom, hogy ez beszédes is. A szervezetünknek az a célja, hogy egy hidat képezzen a társadalom és a Magyar Honvédség közé. Egy olyan hidat, amin könnyű átsétálni, és oda-vissza nagyon fontos, mert a Magyar Honvédség nem teljesítheti a küldetését a társadalom támogatottsága nélkül. A fiatalokat pedig fel kell készíteni arra a felelősségre, amelyet a középiskola elvégzése után fognak majd találni a képzeletbeli iskolatáskájukban. Az ország védelme a fiatalokra fog hárulni. És azt gondolom, hogy kötelességünk nekünk felkészíteni őket, hogy képesek legyenek ezt a feladatot ellátni. Mi ehhez a civil szervezetiség lehetőségeivel kívánunk segítséget nyújtani, a diákoknak elsősorban, és az őket képviselő és az őket oktató nevelő tanároknak is, és ez a konferencia elsősorban a tanároknak szól, segítséget szeretnék nyújtani bizonyos ismeretekkel, elméleti anyagokkal, de módszerekkel is, hogy hogyan lehet a fiatalokat megközelíteni a mi tapasztalataink szerint. Azt látni, hogy a Magyarország alaptörvényétől kezdve a Nemzeti Alaptantermen keresztül megjelennek gyönyörűen a kerettanterveken át az iskolák helyi pedagógiai programjában a hazafiasságra való nevelés. És ez az, ami tulajdonképpen minden tantárnál megjelenik, hiszen ha végig gondoljuk, azért a leghúzó, legkomolyabb zászlós hajó egy ilyen történet, mindig a történelem tantár. De ettől függetlenül megjelennek úgy az iskolák pedagógiai programjában, hogy ez kitüntetetten meg kell, hogy valósuljon, hiszen nagyon fontos dolgokat takar ez a történet. A fizikai megvalósítása az nagyon sokféleképpen történhet. Vannak olyan középfokú intézmények, ahol van ágazati szakképzés ebben a tekintetben, szakgimnáziumi képzési formában, ez a honvéd kadétképzés, de vannak olyan lehetőségek, hogy érettségizzenek a fiatalok belőle katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretekből. Itt gimnazisták is megtehetik azt, hogy választják ezt érettségi választható tantárként, illetve egyik legegyszerűbb formai általános iskola is használat, úgy hívják, hogy szakkör, és ennek a szakkörnek a tartalmát maga az intézmény műveszakmailag önálló maga találja ki, és valósítja meg jellemzően civil szervezetek, katonai szervezetek segítségével a leghatékonyabb. Nemrégiben a magyar szakképzés palettáján megjelent a honvédelemhez köthető kínálat. Az ország egyre több intézményében, szakgimnáziumi ágazati képzésben elindult a honvéd kadétképzés, amely iránt, mint azt a tapasztalatok mutatják, van érdeklődés. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ugyanolyan típusú érdeklődés és rácsodálkozás van a fiataloknál, hiszen mondjuk ki a médiából, mind a katonai, meg a rendőrségi pálya fele, hogyha gondolkodnak a fiatalok, van egy képzetük róla, hát az élet az nem olyan, ezért ez jobb, hogyha ők fizikailag átélik, megismerik ezeket a pályájuknak az ízét, a hangulatát, a jelenlendő pályájukét. És azt gondolom, hogy nagyon szépen látszik az, hogy hát kiválogatódik az, akik szépen tovább mennek, és két év múlva meglátjuk, hogy hányan tudnak tovább tanulni. Nagyon fontos az, hogy a Honvédség úgy állt ez mellé, hogy ő neki ebből természetesen legyen egy olyan bázisa, akit majd a későbbiekben tud foglalkoztatni, vagy tovább tanuljon nála. A Tiszti Akadémián például felvételi nélkül kerülhetnek be a fiatalok. A közszolgálati egyetemre pluszpontszáma kerülhetnek be ezek a fiatalok, akik itt végeznek. Ők honvédelmi igazgatási ügykezelők lesznek a 12. év végén, 4. év végén, az 5. év végén pedig honvédelmi igazgatási ügyintézők lesznek. Honvédségen belül is vannak folyamatok, vannak szabályzók, szabályzatok, vannak ügyek, irodák, hogyha ezt így messziről elképzeljük, hát ezt kezelni kell és érteni kell a honvédelmi törvénytől kezdve a egyéb jogszabályoknak a kezelését.
ez is benne van, de ők kapnak egy nagyon komoly fizikai, szellemi felkészítést is, és egyéb hát érettségihez köthető ugye, tantárgyaknak, közismereti tantárgyakból is áll nekik az érettségük, és ez mind-mind-mind azt erősíti meg, hogy egy igazán komoly munkavállalói lehetnek a honvédségnek. Annyira elhivatottak ezek a fiatalok, annyira fölkészítettek, nem egy, a csakot idézőjelbetében, nem csak egy sima érettségűvel kerülnek be mondjuk az altiszti akadémiára, hanem már az előképzettségük megvan ahhoz, hogy elég gyorsan tudja őket alkalmazni a honvédség. Az utánpótlás mellett rendkívül fontos a honvédség társadalmi megítélése is. A magyar honvédségnek ezen a területen sok teendője van még, bár a rendszerváltozás óta sokat javult a helyzet. Sajnos van egy negatív örökségünk. Egyfelől a honvédség igyekezett valamiféle falak mögé elbújni, ami nem elsősorban a katonák, akkor sem a katonákon, hanem a politikai irányultságon múlott ez, hogy titkolóztunk, szögesdrótok és betonkerítések mögött volt a magyar honvédség. Nagyon keveset lehetett tudni róluk, mit csinálnak, és azt is nagyon megszűrve. Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a civil társadalom ellenőrzése úgy is megvalósuljon, hogy az emberek tudnak a hadseregről. Ebben nagyon sok dolog történt. A mi civil szervezetünk is ezért dolgozik, hogy ez a helyzet megváltozzon, de maga a hadsereg is azt gondolom, hogy nagyon nagy változásokon ment keresztül. Elég, hogyha csak a legutóbbi budaörsi rendezvényre gondolok, ahol több tízezer ember jöhetett el és nézhette meg a katonáinkat, de ez az itteni nyílt nap is azt mutatja, hogy a magyar katonák meg akarják mutatni, hogy milyen szolgálatot végeznek a hazavédelme érdekében, és ezt kötelességük is megtenni, hiszen az állampolgároknak joga tudni, hogy hova mennek el az adóforintjaik. És azt gondolom, hogy ez a honvédség már egészen más, ez is nagyon fontos, hogy lehessen látni. Más arcok, más feladatok, más katonai vezetési rendszer, más logika szerint épül fel ez a hadsereg. Beépülve én már 20 esztendeje egy demokratikus rendszerre épülő szövetségi rendszerbe, a NATO-ba. Az eljárások egészen mások. Én azt gondolom, hogy itt most már egy más világról van szó, de ettől függetlenül még ez az örökség azért egy kicsit bennünk van. Egy kicsit még távolinak gondolják az emberek a magyar honvédséget. A 20 év szövetségben biztonságban című konferencián Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő beszélt a 70 éves NATO-ról, amely a Szovjetunió bukása után egy teljesen új, sok tekintetben lényegesen bonyolultabb helyzetben találta magát. NATO alapvetően három nagy ilyen programot hirdetett, vagy inkább azt mondanám, három nagy feladata van. Az egyik az alapvetően ugye a tagországok védelme, tehát egy ilyen területvédelem. Aztán, amikor felbomlott a bipoláris világrend, és kiderült az, hogy nincs olyan hatalom, amely rendet tartana bizonyos környezetekben, akkor a válságkezelést vállalta fel, illetve harmadrészt egy partner kapcsolatot, mert hamarosan rá kellett jönnie arra, hogy egyedül bármennyire is nagy szövetség és bármennyire is fontos országok vannak benne, fontos nagy hatalmak vannak benne, nem képes, és ezért kialakított egy ilyen, mondjuk azt, hogy partnerségi politikát, együtt működik a különböző szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel, különböző nagy hatalmakkal. Valóban az is igaz, hogy ennyire nem volt bonyolult talán a világ, mert egy egyszerűbb képlet volt, és nem csak arra gondolok, hogy a bipoláris világrendből mondjuk most egy több pulusú világrend felé indulunk el, hanem olyan dolgok is megjelentek a fenyegetések között, hát ami 70 évvel ezelőtt nem is ismertünk. Tehát ilyen, hogy virtuális tér, ilyen, hogy internet, ezek abszolút ismeretlenek voltak a szövetség számára, most pedig gyakorlatilag azt kell látni, hogy alkalmazkodnia kell a teljesen új kihívásokhoz is, és természetesen emellett valahogy meg kell, hát mondjuk azt, hogy meg kell oldania, hogy jól beillesz azokat a tagországokat, akik a kétpólusú világrend után gyakorlatilag a 90-es évek végétől új tagjai lettek a NATO-nak. A NATO történetéről, a szövetség mindennapjairól a NATO nap keretében egy kiállítás is tájékoztatta az érdeklődőket.
a 7 évtized a békéért és szabadságért című tárlatot, amelyet a konferenciához hasonlóan a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete rendezett, dr. Juhász Tünde Csongrád megyei kormánybegbízott nyitott meg, aki maga is tartalékos honvéd. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb sikere a NATO-nak valóban az, hogy rendszeresen elemzi, rendszeresen vizsgálja, hogy milyen biztonsági környezetben kell tevékenykednie, és gyakorlatilag alkalmazkodik, vagy megpróbál alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Ez nagyon sok belső vitával jár együtt, ne felejtsük el, hogy amikor felbomlott a Varsói Szövetség, nagyon sokan felvetették, hogy nincs szükség a NATO-ra, mert úgy nem kell itt már, nem lesznek itt ilyen háborúk, de kiderült, hogy vannak, mi több, ugye nagyon fontos azt is látni, hogy vannak olyan fenyegetések, amelyeket önmagában a NATO nem tud megoldani, ezért azt is meg kell keresnie, hogy hol tud bekapcsolódni. Mondjuk egy nagyon egyszerű példát. Az legutóbbi fenyegetés, amiről nagyon sok szó esik a szövetségen belül, az gyakorlatilag az ilyen hibrid hadviselés típusú, az, amikor tulajdonképpen mondjuk azt, hogy dezinformációval és hamis hírekkel és úgynevezett public diplomacy-val próbálják a társadalmakat befolyásolni pont azért, hogy megosszák a szövetségen belül a tagországok társadalmait. Ezzel is foglalkoznia kell a NATO-nak, és az egyik legnagyobb kihívása szerintem az ma, hogy tudja magát a szövetséget, illetve hogy tudja azokat a biztonsági intézményeket, amelyek a tagállamokban vannak, hitelessé tenni. Van egy nagyon erős, mondjuk az közöny, vagy egy nagyon erős, fogalmazzunk úgy, hogy egy nagyon erős ilyen késztetése a társadalmaknak arra, hogy úgy gondolja, hogy ami eddig volt, az nem biztos, hogy jó, hogy gyakorlatilag lehet, hogy a tényeket máshogy lehet interpretálni, és ez elég nehéz helyzetbe hozza a NATO-t, mert részben ugye be kéne bizonyítani azt, hogy hiteles továbbra is, ez egyébként nem nehéz bebizonyítani, ne felejtsük el, hogy a NATO erejét döntően mindig az adja, hogy olyan tagországok vannak benne, akik a világpolitikát is alakítják, az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve az európai nagyhatalmon keresztül, és ez azért óriási súlyt ad. Azt se felejtsük el, hogy olyan tagországai vannak, akik egyébként az új típusú kihívásokat jelentő technológiákban szintén élen járnak. Azért az internet az a nyugatnak, ha tetszik, a NATO tagországoknak a szüleménye. Tehát azt gondolom, hogy ezek megkönnyítik egy kicsit az alkalmazkodást, de látni, hogy magának a szövetségnek is gyakorlatilag dilemmát okoz nagyon sokszor, hogy mi tartozik a katonai védelemhez, és mi tartozik a civil védelemhez. A legutóbbi nagy esemény az volt, hogy a szövetség tagállamai, és itt ugye minden konszenzussal hoznak, úgy döntöttek, hogy a kibertér is olyan harci mező vagy front, ahol bizony a szövetségnek nagyon komoly tevékenységet kell folytatnia, mert egész egyszerűen ma már a kibertéren keresztüli támadások azok, amelyek egy ilyen digitalizált világot és egy digitalizált államokat gyakorlatilag és társadalmakat a legjobban veszélyezteti. Magyarországra számíthat minden szövetségese, katonáinkra pedig számíthatnak a magyar állampolgárok és más nemzetbéli bajtársak. Írja dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Miért fontos a NATO című kiadványban, ahol kiemeli azt is, mennyire fontos megszólítani a fiatalokat, és mennyire lényeges a honvédség társadalmi elismertsége. Ezt a két fontos célt szolgálta a Hódmezővásárhelyi NATO nap is.